Sziasztok, Tóth Patrik vagyok, most Máté nincsen sajnos velem, de hamarosan ővel is találkoztok. És olyan apropóból jelentkezem ma be, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés ért engem. Hát nem gondoltam volna 2 évvel ezelőtt, mikor elindítottuk a Business and Café-t, hogy ilyen komoly partnerekkel dolgozhatunk együtt, mint például a Microsoft. És ahogy egy korábbi videó bejegyzésben is láthattátok, megnéztük a székházat és az amerikai sajtótájékoztatót, azt a magyar székházba követhettük. És hát szét is néztünk ugye a Microsoft székházban, és be is számoltunk arról, hogy milyen nagy újdonságok érkeztek. Már akkor az előadás előtt eldöntöttem, hogy mindenképpen szeretnék kipróbálni pár új laptopot, és hála a Jóistennek, ez létre is jöhetett, úgyhogy első körben én kaptam tőlük egy nagyon kedves kis ajándékot, méghozzá egy Dell XPS 13-at, ami éppen most érkezett meg, úgyhogy meg is mutatom, megvártam titeket a csomagolással. Hát ez még nem a legizgalmasabb része, na de nézzük, mit tartalmaz a kartondoboz. Kíváncsi vagyok. Aha. Még egy kartondobozt, de ez már sokkal mívesebb. És nem tudom, van-e még valami. Még egy töltőt kaptam, de ez szerintem most nem lesz fontos. Na. Meg kell, hogy mondjam, én már a Microsoftos videónál eldöntöttem, hogy igyekszem mindig napra kész lenni, most már technológiailag, ugyanis ez a legfontosabb szerintem. Mert így, kedves olvasók, ti is mindig a legújabb technikának köszönhetően a legjobb anyagokat kaphatjátok tőlünk, és illetve a leggyorsabban, a legjobb minőségben. Hát ő lenne a, illetve egy kis ezüstös színű laptop, ez kulturáltan anélkül, hogy összetörném, kiborítom. Az első benyomásom az, hogy rendkívül könnyű az eszköz. Most ide félre rakom. Na, hát nem, így nézzük. Hát nagyjából ugye már az Apple-től ismert kis megoldás az itt is látszódik, bár szerintem ez is legalább olyan jól néz ki. Na nézzük. Oh, oh. Na, van még benne valamennyi kakaó. Na, kicsi életet leheltem a notebookba, a laptopba, nem is tudom, hogy mondjuk ezzel nékem. Ultrabook szerintem. Ultra? Biztos, hogy ultra jól néz ki. Na nézzük, jelszó. Milyen komi szokott lenni a jelszó? Ez egy jó kérdés. 1, 2, 3, 4, 5. Üdvözöljük. Téves jelszó. Te, lehet, hogy följön a Microsoftot, mi a helyzet. Szerbusz Lacikám, megjött a laptop. Vagy ultrabook. Te zseniális, zseniális. Egyre annyit tudok róla, hogy könnyű. Mi a jelszó? Te se tudod? Ezt úgy ki tudjuk deríteni, mert nem sokára megyünk Nyíregyházára. Hát lekötelezzel. Jó van, köszönöm, várom akkor. Hello. Várjuk a jelszót, aztán folytatjuk a tesztet. Na, megkaptuk a jelszót, most már ez is rendelkezésre áll. Nagyon letisztult, nagyon király. Abszolút gyönyörű. Nagyon tetszik, hogy világít a billentyűzet. És akkor, ahogy ígértem nektek, akkor egy picit használni fogom, mert addig igazán kár beszélni róla, a specifikációk meg úgysem a legérdekesebbek, hanem egy pár hét alatt ki fog derülni, hogy nagyjából tényleg milyen együtt élni az új Dell XPS 13-mal. Na, hát most már több mint 2 hete élek együtt a Dell laptopommal, ezt megelőzően is Dell volt, ugye amikor összetelefonáltam 22 perc alatt a Volvo-t, illetve a La Contessa kastély szállót, akkor meg is mutattam nektek, ez egy fekete Dell laptop, azt is nagyon szeretem, az is több mint 8 órát bír egy töltéssel. Na de ez a Dell laptop egyébként nagyon sok mindent meg tudott mutatni magából, tényleg igyekeztem kihasználni minél inkább az összes képességét, tulajdonságát, úgyhogy lássuk is meg, hogy akkor mivel állunk szemben. Hát legelőször is, ami nagyon jól látszódik egyébként, és majd a válóképeken is látjátok éppen, hogy ez egy CNC-vel megmunkált alumínium keret nélküli Gorilla Glass kijelzővel ellátott notebook, és ráadásul még ez a csuklótámasztó része is szénszálas, ami ugye egyrészt anyagkeménységet feltételez, másrészt pedig a karbon az egy nagyon könnyű anyag, tehát ugye ezzel nagyon sokat tudtak csalni a készítők, a gyártók. Illetve a billentyűzetet azért nagyon szerettem, mert hogy ugyan kicsi
kicsi a maga a laptop, de világít, amikor megnyomom, és így sötétben is sokkal kényelmesebb volt használni, nem túl durva a fénye, tehát direkt figyeltem, hogy tükröződik-e a kijelző, mikor este mondjuk filmeztem rajta, és egyáltalán nem tükröződött, tehát ez egy nagyon szerencsés, vagy úgy van megoldva az egész, hogy igazából csak előnye van ennek a történetnek, és igazából a magából az akkumulátor időn sem vettem észre jelentős romlást, hogyha ezt használtam. Ugye, ahogy a legelején mondtam, rendkívül könnyű, ez azt jelenti, hogy én az érintőképernyővel ellátott Dell laptopot kaptam, ennek a súlya 1,26 kg, ami ugye rendkívül könnyű, és hát ez a világ legkisebb 13 hüvelykes laptopja, ami ilyen minőségű Infinity Edge kijelzővel van ellátva, tehát rendkívül jó a képe, tehát ez már nem csak Full HD, hanem QHD plusz minőségű képet eredményez már. Az akkumulátor egyébként ugye azt írják a specifikációba, hogy az érintőkijelzővel ellátott az durván egy 12 órát kéne, hogy bírjon. Hát mondjuk én nagyon maxon használok mindent, tehát én tényleg azért veszek okos dolgokat, hogy okosak legyenek és mindent kihasználok, amit csak tudnak. Úgyhogy én nem szoktam spórolni a kijelzőt is mindig amennyire csak lehet a fényerőnek, amennyire a fényerő engedi maxon használom. Tehát így a gyakorlatban inkább ilyen 8 órát tapasztaltam, de ez is egy nagyon jó idő. A munka szerelmeseinek sem kell aggódni, és a Dell Comparian töltő kiegészítővel akár 22 óráig is bírja a laptop, szóval, hogyha nem bírsz magaddal, akkor sem kell félned. Nagyon sok kiegészítőt lehet egyébként hozzávenni, és erre szükség is van. Ugye volt egy rendezvényünk a Blogger Akadémia, ahol hát ugye a helyszínen kötöttek voltak a lehetőségek, és ott a projektor csak is kizárólag HDMI kábelen keresztül tudtuk rákapcsolni a laptopra, és ezen a laptopon, hát gondolom itt a vékonyság megtartása miatt ugye HDMI kapcsoló nem fért rá. Ennek köszönhetően sajnos nem tudtuk rákapcsolni a helyszínen a laptopot, de azért kihelyeztük, mert erről néztük, hogy nagyjából mennyi idő van még hátra, meg erről is tudtuk követni a prezentációt. Hát tud egyébként ugye olyat, hogy gyakorlatilag a kábel nélkül minden tud az eszköz. Tényleg nagyon sok mindent, gyakorlatilag többet tud, mint amit nem, de ez azt is jelenti, hogy arra föl kell készülni, hogyha ennyire okos dolgokat vásárolsz, akkor mindenednek nagyon okosnak kell lenni, ugyanis itt már nincs megalkuvás, a kábeleket felejtsd el, és ebben most az Ethernet kábelt is beleértem. Akkor nézzük meg gyakorlatilag, hogyan működik, kicsit játszunk majd így az érintővel, sajnálom, hogy nem kaptam hozzá tollat, de most már ezzel így jártunk. Gyakorlatilag ugye a Windows 10 is nagyon jó szolgáltat tesz a laptopon, nagyon, nagyon megszerettem. Én nekem Windows 7-en volt idáig az asztali gépen, de elég elgondolkodtam, hogy 10-re váltok. Van egy ilyen Fresh Paint nevű alkalmazás egyébként, ez egy kicsit ilyen játékosabb, kezdjünk egy kicsit ilyen lazább dolgokkal, utána megnézzük majd a keményebbeket. Itt egy TED előadást ha néztem a laptopon, és akkor ezt rajzoltam vele. Gyakorlatilag ki tudjuk választani még azt is, hogy milyen ecsettekkel, mit csinálunk. Hatalmas újítás egyébként, és a Windows 10 kifejezetten felhívta a figyelmet ugye arra, hogy vissza fognak jönni a rajzok, vissza fognak jönni a kéziratok ilyen formában is. Nyissunk meg egy új részt, mondjuk egy ilyen ecsetet kiválasztok. Mint láthatjátok, azért eléggé élethű maga az eszköz. A kéket szeretem, bezárjuk. És valóban, nézzetek még, amikor rámegyek, az is olyan, mintha valóban a festéket elmaszatoltam volna, úgyhogy a Windows is nagyon kitett magáért, egyébként nyilván különböző alkalmazásokat lehetne erre használni, hogy jegyzetelni rá, ugye ezt bemutatták egy okostollon keresztül, ami tényleg rendkívül jó volt, remélem majd hamarosan pótolják az okostollam hiányát, de nézzünk kicsit, menjünk el a bizniszebb irányba, hisz most nekünk erről kell elsősorban beszélnünk. Különböző alkalmazások egyébként már rajta voltak a laptopomon, természetesen vannak még különböző játékok, az ismerős CardDrop egyébként, ami nagyon kényelmes használni egyébként unalmas értekezleteken. A Microsoft különböző alkalmazások, Outlook-tól kezdve OneNote-ig minden megtalálható, Excel, stb. De nézzük meg például az Approvals nevű alkalmazást, ami gyakorlatilag egy ilyen időnyilvántartás, költségjelentés, projektköltségvetés és ilyen számlajavaslatokat is magába foglal, és meg tudjuk nézni az egyes egyéneknek az időnyilvántartását, illetve akár a költségjelentéseit itt, és mondjuk egy demót láthattok, ez sajnos nem a Bizent Café-s, bár nem is örülnék neki, hogyha Zek egy ebédre $230 költött volna, úgyhogy nem is olyan nagy baj.
De alapvetően ilyen applikációk is rendelkezésre állnak, ami nagyon jó, hogy megkönnyíti a nyilvántartás vezetést. Itt a különböző vannak még az SAP WorkDeck, ami gyakorlatilag az Employee Services, tehát különböző menedzser alkalmazásokat találunk itt a laptopon. És nézzük meg Adam Evans-t, hogy mit tud az öreg harcos. Itt jól látható egyébként, hogy Adam Evans-nak itt van a CV-je, gyakorlatilag itt vannak a képességei, a kompetenciái, a fizetése, és gyakorlatilag ebben az alkalmazásban, az SAP Manager Insight-ba mindent föl lehet vinni. Azt láthatjuk, hogy például jó a kommunikációs készsége marketingben és salesben. Úgy gondolom, ezek olyan vállalati alkalmazások, amelyeket egyébként mindenkinek érdemes igénybe venni. Nyárlag egyébként megtalálható egy pénzügyek nevű alkalmazás, ahol gyakorlatilag a tőzsde híreket nagyon-nagyon kényelmesen láthatjuk, Nasdaq részvények. Demóban vagyunk most benne egyébként, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy állnak ezek a részvényárfolyamok, de azt láthatjuk egyébként, hogy beláthatunk különböző figyelési listákat, ilyen My Watch List, és akkor ezeket gyakorlatilag, mintha kedvencek közé helyeznénk. Nagyon-nagyon hasznos kis alkalmazás, kifejezetten üzleti laptopról beszéltünk a Dell XPS esetén. Unalmas konferenciákon is megtaláljuk egyébként a számításunkat, mert nem túl feltűnően kiveszi észre, hogy nem éppen a Nasdaq jelentéseket nézzünk, hanem mondjuk kárdőrópozunk. Itt álljuk egyébként a kamerát, ami nagylátószögű, tehát igazából oldalt is jól látszódnak az emberek, ami azért szerencse, mert durván 170 fokos betekintési szöggel rendelkezik a laptop. Ez azért szerencsés, mert mint láthatjátok, ez ugye nem túl nagy méretű laptop, és nyilvánvalóan ilyenkor, hogyha már 2-3-an ültök előtte, akkor ugye nyilvánvalóan fontos, hogy minél nagyobb legyen a betekintési szög. Egy picit talán, ami nekem észrevételem, hogy ennyire lehet hanyat dönteni, nem tudom, mennyire látszik a kamerában, mennyire adja vissza az érzést, ez ugye ma már nem egy túlságosan nagy szög, ugye a legtöbbet már, ahogy a Microsoft videóban láthattátok, akár önmagába lehet hajtani, akár teljesen körbe lehet, és hát itt is van akkor a unalmas konferenciák elmutatására különböző, jaj, most pont egy tutoriába mentem bele, és megtaláltam egy remek tollat, ami a Windows 10-es is. Azt kell tudni, ez egyébként egy írótól, tehát ez nem a hivatalos kiegészítője ennek a laptopnak, tehát igazából csak egy nagyon rövid demót tudok csinálni, hogy hozzávetőlegesen mit tud. Azt kell egyébként még tudni, ami nagyon érdekes volt, hogy 2048 szintet tud megkülönböztetni az okostól, ami az okos táblagépekhez is a laptopokhoz van. Ez csak egy sima toll, tehát ezzel nem tudom ezt a mélységességet vagy mélységet prezentálni, de röviden be tudom mutatni, például jegyzetelés hogyan történik, ugye ülsz és gyakorlatilag a kézírásoddal akár föl tudod írni, most a W10, tehát Windows 10, vagy akár mondjuk itt lenne egy szöveg, akkor azt megfogom és kijelölöm, vagy ha kék mondjuk egy másik prioritás, akkor azzal jelölöm ki, és ami nagyon jó, hogy úgy is tudok írni, hogy igazából rajta van a kezem. Igaz, most hagytam pöttyöt, de ugye most nem okostollal írok, tehát ugye most ezt ilyenkor ez egy kivétel. De alapvetően nagyon-nagyon kényelmes használni. Tudok vele radírozni is. Legyen egy jó nagy radírom. Így is van. És akkor eltüntetem igazából, ami nekem nem szimpatikus. Nagyon gyorsan lehet vele haladni. Teljesen hiteles, mert ugyanígy írok egyébként kézzel is, tehát nem sokat spórolok azon, hogy olvasható-e vagy sem, mert tényleg ilyen gyönyörű az írásom. Ki is tudom emelni, hogy nagyon szeretem a Windows 10-et olyan szinten, hogy még kapnak tőlem egy nagy szívecskét is. Úgyhogy remélem, hogy ti is ugyanilyen nagy szívvel fordultok majd a Windows 10-hez és a legújabb Dell laptophoz. A mérnökök egyébként nagyon jól választották meg az anyagokat. Azt kell még tudni erről az anyagösszeállításról, hogy nem csak gyönyörű és prémium érzetet ad. Ugye már a legelőször említettem is azt, hogy kicsit ilyen Apple-ös az a történet, de jó ízléssel. Tehát abszolút, nekem több Apple-ös barátom is van, és én ezt tárgyalni is vittem mindig magammal ezt a kis eszközt, és mindenki megkérdezte, hogy mi ez. Tehát abszolút maximális respektet hozta ki mindenkiből. De nem csak jól néz ki, hanem az anyagválasztásnak köszönhetően rendkívül strapabíró is. Őszinte ezt nem teszteltem, nagyon vigyáztam az eszközre, mert egyébként nem olcsó eszközről beszélünk, ilyen 4-500 ezer forint között van ennek az ára, és én is most már inkább azt vallom, hogy nem spórolni kell, hanem jól keresni, és ennek bizony feltétele az, hogy jól keres, hogy jó eszközökkel kell rendelkezned. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy vegye meg a legjobb minőségű eszközöket, nem csak ezt a laptopot, hanem akár telefont, akármire szüksége van, mert akkor tud igazán. Egyrészt az üzleti világban ugye eleve az is nagyon fontos, hogy jó minőségű eszközöket tudj vinni magad egy tárgyalásra, hogy elhiggyék, hogy
hogy tényleg jó vagy abban, amit éppen végzel, ugyanis nem elég hitelesnek lenned, annak is kell látszanod, és sajnos a világunk úgy épül föl, hogy ezekre sokat ad. Amikor kiválasztottam ezt, és hát eléggé szerencsés voltam, több mint 10 laptop közül kellett kiválasztanom, hogy melyiket szeretném megkapni a Microsofttól, és hát én ezt választottam. És én még először abban sem voltam biztos, hogy ilyen érintőkijelzős laptopot szeretnék, mert hogy hát ez tök fölösleges, meg csak jobban merül az aksi, meg úgyse fogom kihasználni, nekem jó a touchpad, én megszoktam. És most már, ahogy elővettem a régebbi laptopomat, ami egyébként szintén nem túl régi, csak most ehhez képest régebbi, azt vettem észre, hogy elkezdtem így óvatosan taperolni így a kijelzőt. Ugye egy internet, ezek stb. Ugye egy pörgetem az egeret helyettesítem ugye vele, és tényleg elkezdett hiányozni a másik laptopon, úgyhogy már az otthoni laptopon is elkezdtem, hogy csak sajnos nem történik semmi, ugyanis nem olyan kijelzővel vannak ellátva. Úgyhogy ez nagyon nagy tanulság, hogy az ember bizony el tud kényelmesedni, óhatatlan a történet. És hát ez, amiről beszéltem, hogyha így megfogom, akkor gyakorlatilag, mintha egy ilyen táblagépet kezelnék, az egész olyan, és nagyon kényelmes használni. Ami nekünk ugye még gyakorlati észrevételünk volt, minden forgatásra vittük magunkkal, elvittük Nyíregyházára, elvittük Szilvásváradra, a Volvo forgatáson jelen volt velünk, illetve a Blogger Akadémiánkra is ugye elvittük, ezen kívül még tárgyások, stb., tehát nagyon sokat mozogtunk vele, tényleg együtt lélegeztünk a laptoppal, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni, főleg, hogy van egy SD kártyaolvasó is benne, hál' Istennek, hogy ez nem maradt ki, ugyanis a különböző videófelvételeket azonnal tudtuk üríteni az egyébként nem kicsi memóriára, és gyakorlatilag egy biztonsági mentésekre kiváló eszköz volt. Egyébként videót vágni nem próbáltunk rajta, ez így kimaradt, de nagyon erős egyébként maga a laptop, abszolút akadásmentesen tudtuk használni, nagyon jó volt vele dolgozni, cikket írni, kényelmes a billentyűzet használata. Egy ami kis észrevétel, az én tesztgépem, nem tudom, hogy a többi milyen, az én billentyűzetem angol 100, ami azt jelenti, hogy az Y és a Z az fordítva van, illetve különböző billentyű kombinációk nem úgy vannak föltüntetve, mint ahogy valójában érzékeli, tehát maga a billentyűzet bemenetele az magyar ugyan, de amit itt látható, az nem. Tehát mondjuk, ha odaadom egy olyan embernek, aki még nem ismeri, az nagyon valószínű, egy picit akadozat tudja majd használni. Persze lehet, hogy ez csak az enyém ilyen, és én pont egy ilyen eszközt kaptam, de alapvetően nekem ez volt egyetlen negatív tapasztalatom, illetve egy kicsit a különböző csatlakozók hiánya, bár azt elmondták, hogy még ennél is vékonyabbra tudták volna, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy jackdugó vastagságú az egész laptopnak az alja, és hát lehetett volna ezt még vékonyabbra, csak hát akkor már jackdugót se tudtuk volna beledugni, tehát a technika az jelenleg már ilyen magas fokon áll, úgyhogy, de ettől függetlenül tényleg csak jót tudok róla mondani, és nagyon örülök, hogy egy ilyen laptoppal is gazdagabb lehettem, úgyhogy hamarosan Máté is jelentkezik az ő laptopjával, de azt még nem árulom el, hogy ő miért kap, egy dolog biztos, hogy nagyon izgalmas lesz az is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, akkor örömmel veszem a lájkod, és oszd meg barátaiddal is, hogy terjedjen az ige. Sziasztok!